Az élet szólamok sokasága a Sorsok koncertjén. Milliónyi hangi egy kusza halmazának szimfóniája, amelyben mindenkinek megvan a saját kottája. Az előjegyzés most Erdély, Bukarest, Budapest. A szólisták egytől egyik zseniális művészek, írók, gondolkodók. Selmeci György, Szávai Géza, Tamás Klára, Elekes Károly, Damó István, Jovián György, Molnár László József, Szilágyi Varga Zoltán és Zemlényi Csaba. Fiatalon egy időben indultak Erdélyből, magyarként. Egy olyan korban, amikor a diszonancia volt az úr, ők mégis megtalálták a harmóniát a művészet által. Kemény munkával tehetségük meg annyi elismerésben részesült a világ számos pontján. De az előjegyzés soha nem változott. Szívükben minden hang, minden kép magyarul cseng még most is a nagyvilágban. Szólamaik sok-sok év elteltével egy belvárosi szalomban alakult közös szimfóniává. Életre keltik gyökereiket, amely Erdély, Bukarest és Budapest hangján szólnak. A negyedik szólamban Damó István grafikus művésszel és Zemlényi Csaba képzőművésszel beszélgetek. Gondolom, minden embernek ugye az életében van egy olyan pont, nevezzük Origónak, ami meghatározó az életében. Nekem Brassó az. Brassó egy háromnyelvű város volt. Múlt időt használok, mert ez a második világháború befejezték valóban úgy volt. Tehát román, magyar és német. A háború után ez az arány megváltozott, fölénybe került a románság, ami önmagában nem lett volna baj, vagy nem lenne baj, nem is baj. Csak ez az etnikum a másik kettőről nem akart tudomást venni. Nem bántottak, nem történt semmi különös, csak éppen nem vett rólunk tudomást. Tehát úgy megtűrtnek éreztük magunkat. Én ezt gyermek fejjel is éreztem, ahogy cseperedtünk gimnáziumba, már annál inkább. Itt Brassóban gyerekfejjel tapasztaltam meg a kisebbség hátrányait. Ám bár ugye a szomszéd gyerekekkel játszadoztunk, együtt nőttünk föl, többnyire román gyerekek, tehát magyar környezetben kizárólagosan csak az iskolában voltam, és az iskolán kívül, ha akartuk, akkor nyilván találkoztunk. De ami a szomszédainkat illeti, azok többnyire román gyerekek voltak. Na most ott játszás közben éltük meg azt a rengeteg csúfolódást, ami egy gyerekbe igen-igen mély nyomokat hagy. És sajnos ez a csúfolkodás vagy megszólítás, az felnőtt fejjel is tapasztalhattuk, vagy tapasztaltam. Na most Brassónak azért voltak ugye előnyei is, tehát az, hogy így három nyelvű városban nőttünk föl, igaz, csak kettőt tudtunk elsajátítani jól, mert a szászság nagyon zárt közösség volt. Valószínű, hogy ezt önvédelemből tehették, és ők nem keveredtek, nem igen engedtek maguk közé idegent. Hát amúgy mi se keveredtünk a román kollégákkal, például a gimnáziumban 4 évet jártunk együtt, és én merem állítani, hogy ott egy barátság nem született. Ha el tudja valaki képzelni, hogy iskolába járunk egy folyosón, és a folyosó egyik végén oldalán a magyar diákok, a másik oldalán a román diákok, vagy kimentünk az udvaron, és fele-fele arányba oszlott meg a társaság. Nem volt ebből soha semmi baj, ellenségeskedés, csak mondjuk így párhuzamos társadalmakat mi már ismertük gyerekkoruk óta. A gimnáziumban viszont olyan tanárokkal találkoztunk, olyan tanárok tanítottak, akik még a szüleinket is tanították. De most
Ebben a 4 évben, sőt az előző 8 évben is alakult ki, vagy alapozódott meg az identitás tudatom, tehát a hovatartozás érzete. Ez nem volt kérdés. Érettségi után, vagy már azelőtt el kellett döntenem, hogy Kolozsvárra megyek, vagy Bukarestbe a képzőművészeti főiskolára. Na most egyik képzőművész ismerősünk, barátunk javaslatára mentem Bukarestbe, mondván azt, hogy Bukarest a főváros, sokkal több a lehetőség, és ott tanulni azért az nem egy előnytelen dolog. Így is történt, nem is bántam meg valóban. Na most viszonylag Brassónak köszönhetően én azt hittem, hogy viszonylag jól tudok románul. És a főiskolán első órákon döbbentem rá, hogy bizony-bizony elég nagy hiányosságaim vannak. Szinte arra gondoltam, hogy hogyan fogok én majd vizsgázni évvégén filozófiából. Az órákon szinte-szinte semmit nem értettem, azokat a fogalmakat, amit magyarul tanultuk gimnáziumban, a 12. osztályban, de románul nem. Kicsit megijedtem, és akkor az a kisebbség, vagy magammal hozott félszegség, az egy kicsit úgy megerősödött ebben az időszakban. Na de hát kicsi erőfeszítéssel és kitartó munkával azért ezt sikerült áthágnom, és utána aztán nem volt tényleg semmi bajom, vagy gondom a román nyelvvel. A főiskola évek alatt éreztem én a különbséget, a nagy-nagy különbséget mondjuk erdélyi lévén és a románság között. Tehát azt a bizonyos, elhangzott itt a lazaság és egy más életszemlélet, beli különbséget, ezt hamar észrevettem. Na de arra gondoltam, hogy ha itt vagyok, itt tanulok, akkor a 4 vagy 5 év alatt be kéne illeszkedni. És ennek az egyetlen járható útja az volt, hogy az ember alkalmazkodjon. Na most, ha az ember a nyelvet is jól ismeri, akkor annál könnyebb az alkalmazkodás, illetve a beilleszkedés. Ezzel valóban nem volt semmi bajom, és a főiskolán tényleg semmi gondom nem volt, azt, hogy én kisebbség vagyok, vagy nem. Ezt valahogy el is felejtettem, hiszen ott ez alatt az évek alatt megnyíltam, és maximálisan kihasználtuk a Bukarest 70-es évek kulturális életét. Miután elvégeztem a főiskolát, akkor tiszta véletlen folytán bekerültem az ottani gyermekkönyvkiadóhoz, mint könyvgrafikus, és erre párhuzamosan a Kriterion kiadóba, Klára után. Elkerültem a két kiadóhoz, akkor persze ez egy olyan előny egy fiatal végzősnek, a szakmának ez a csúcsa, gondolom, az én szempontból mondom, mind illusztrátor. Amúgy is kötöttem a könyvekhez mindig, a főiskolán is, és ez egy olyan lehetőség volt, amit természetesen nem hagyhattam ki. Második időszakunkban, és az a nyomorúság, az mindenkit egyformán sújtott. Elsősorban a lelki. Na ez volt az az időszak, amikor, és már szakmailag se lehetett, ha nem érvényesülni, viszont színvonalas munkákat nem láttunk kikerülni a nyomdából. Olyan körülmények között nyomtatták a könyveket, hogy ember estelte mutogatni másoknak. Tehát tulajdonképpen az élvezet addig tartott, amíg dolgoztál. Mihelyt kiadtad a munkát a kezedből, ez az élmény megszűnt. Utána csak restelted, szégyelted magad. Ezeket a könyveket azért hoztam magammal is Magyarországra, de mai napig senkinek nem mutattam meg. Éppen ezért. Hát de tényleg restelten, szóval olyan nevetséges, siralmas volt. Visszatérek az erdélyiségemre, vagy magyarságomra, ez a kiadók, miután a kiadókhoz kerültem,
akkor hát a többi kiadó kollégái is ugye megismertek. Én is kínáltam nekik, vagy felkértem őket különböző borítók, vagy illusztrációk elkészítésére, és akkor így ismerkedtünk. Utána pedig, amikor én elkezdtem nekik dolgozni, amikor bevittem az első munkákat, mindig idő nap előtt vittem be. És akkor csodálkozva néztek rá, hogy ez mi? Hát mondtam, beosztom a munkát. De most? Hát korán van. Mert itt errefele nem szokás. Látszik, hogy te erdélyi vagy. Na így bókoltak nekem, és ezután meg, szóval gyarapodtak a megrendeléseim. Tehát végre a kisebbségnek is volt egy jó oldala. Az áttelepedésünk után Magyarországon nem mondhatom, hogy én nehézségekbe ütköztem. Szinte azt mondanám, hogy gördülékenyen alakult a sorsom. Egy-két év leforgása alatt, persze megtettem mindent, hogy bekerüljek a körforgásba, és nagyon sok véletlen volt, vagy gondolom még van, vagy lesz az életemben, de első éveimben. Véletleneknek köszönhetően kerültem például a tankönyvkiadóhoz, és akkor ott elkezdtem illusztrálni, utána egy egész sorozatot, német nyelvű tankönyveket, egy-négy osztályos, tehát tankönyv magyarországi német gyerekeknek, tankönyv és munkafizeteket. Ugyanúgy akkor magyar tankönyveket is. Tehát szép lassan pedig egy szerzőnek köszönhetően a Móra kiadó is felkés. Azóta több könyvet illusztráltam a Mórának. Panaszra nincs okom, a kiadók azóta is keresnek, folyamatosan végzem a dolgom. A fogalomzavarunk az abban nyilvánul meg, hogy mi nem tudjuk, hogy mi az, hogy Budapest. 1973-ban Bukarestből kerültem, egyetemről elhoztak Budapestre, máshogy nem voltam még életemben, és azt hittem, hogy valami ferdeszemű emberek nyargalnak a pusztán, és ilyen ferdeszem emberek, ilyen mongolói társaság van itten, ilyen ősmagyarok, és meglepett ez a nagyon kozmopolita, nagyon szép századfordulós világváros, amire én azt hiszem ma sem értjük. Nem úgy fogjuk fel, mint ami. Én Bukaresttel azelőtt találkoztam, mielőtt oda kerültem volna. Nagyaradon születtem, amiről szintén nem. Úgy Rádai Mihály játszadozott azzal a gondolattal, hogy sok lényeges ember kötődött ahhoz a városhoz. Hát az egy olyan hangulatú város, olyan műemlékekkel, utcaszerkezettel és csodálatos dolgokkal, amiből nem lehet kimaradni. Szóval felkészít valamire. Engem például 7 éves koromban találkoztam Wiener Szecessionhoz kötődött művészek, Botor Román és társaik, és az ugye előkészített, jártam abban a iskolába. Aztán 17 éves koromban bekerültem a politikai börtönbe. Ez kár negatívként felfogni, mivel az életben helyzetek vannak, és a helyzet az abban élsz, vagy nem élsz, vagy feltalálod magadat, és én élveztem, hogy őszintén legyek. Szóval olyan emberekkel soha életen nem találkoztam, mint a börtönben, olyan a szolidaritás fogalmának, olyan élő, gyönyörű, létező megnyilvánulásokkal soha életemben nem találkoztam, mint ott. Túléltem, és azok az emberek, akivel találkoztam,
csodálatos emberek voltak. Román, hát a román arisztokráciának, a szellemi és valódi arisztokráciának olyan szegmentumával találkoztam, ami hát pótolhatatlan. És azok az emberek szerettek, testvérként viszonyultak. És mikor Bukarestbe kerültem, először volt egy kolozsvári kitérőm, börtön után voltam, gyári munkás, Kolozsvárra kerültem, ott láttam ti, hogy tudtatok rajzolni. A Vásárhelyi Gárda nagyon fel volt készítve, kiváló szakemberek. Te, a Hógot, Csutak Magdi, meg a többiek, szóval tudtatok, irigykedtem is egy kicsit. Nem jutottam be a Grigorescu-ra, elvégeztem a három évest. Utána ültem egy évet Váradon, felvételeztem 68-ban Bukarestbe. Bukarest az egy nagyon vonzó város. Más a urbanisztikai elgondolások, az alapkoncepciója, mint mondjuk Budapest, úgyhogy kár összehasonlítani. Néhány nagyon szép épület létezik Bukarestbe. Bukarestben magyarnak lenni nem kellemetlen dolog, tulajdonképpen Bukarest mindig, története folyamán mindig használt, tisztelt, előszeretettel alkalmazott magyar vagy erdélyi származású mesterembereket, dajkákat és kocsisokat és művészeket. Én nem éltem pénzhiányba egyetemen. Az ember dolgozik, valamit csinál, amire szükség van, akkor pénz is jön. Szóval, rájöttem, hogy jeans, drága, és akkor nekiálltam, tudtam varni, nagyanyám falusi varrónő volt, és gyártottam a jeanseket a srácoknak, a Selmeci Gyuriék és a többiek, a szobrászok, a konzervatórium és a színészet, hozzám járt mondjuk Mircsáverő és a többiek, és hát én tudtam rajzolni, festeni, varni, szabni. Természetesen tűnt, hogy legyek filmasszisztens, jelmeztervező asszisztens, és Orovjánó hölgy mellé kerültem, Drága Otennó, aztán látták, ott mindenki nő volt a jelmez szakmában, és látták, hogy van egy ilyen hosszú fickó, aki fut le fel a hármasával a lépcsőkön buftájában, egyetlen fiú voltam, azt hiszem, és jött egy nagy film, egy 8 részből álló, egy órás szériából álló történelmi film, amit Sergiu Nicolaescu, Dorina Stase, Vitanidis rendezett, és hát szükség volt asszisztensre, illetve tervezőre, jelmeztervezőre, aki ki is megy a terepre, ahol 3500 katona, ahol beöltöztetjük őket román, török, orosz hadsereg, van vagy 250 színész, 80 kaszkadőr színész, és hát a terepen Ortesia Georgescu, aki a híres román filmeket, a Dacsi, Kolumna, Mihály Vitézó filmekhez a jelmezeket tervezte, ő már 80 év körül volt, hát nem akarta, hogy a durva fickók ottan megtapossák. Hát az élet az hoz mindent, még képzőművészetet is. Képzőművészetnek az volt a legnagyobb hozadéka Bukarest után, hogy New Yorkban egy másik román fickóval össze véletlenül belebotlottam. Úgy hívták Eugen Mihaescu, egy nagyon híres illusztrátor, New York Times, Newsweek, Time Magazine, a legfontosabb
amerikai és nemzetközi Vogue magazin illusztrált, az mondta, tudod mit, te tudod, hogy jó, nem foglak dicsérni, vedd ezt a telefonszámot, hidd fel azt a hölgyet, és majd beszélünk. Felhívtam a telefonszámot, fogadott Jerry Krause a New York Times-tól, és dolgoztam nála, jó ment. Most tavaly ősszel megint találkoztam a Mihészkóval, eljött Budapestre, most jövök egy olyan 10 napja, jöttem vissza a Bukarestből, volt egy hónapos kiállításom, jó volt. De én úgy érzem, hogy azok a srácok szeretnek minket, szeretnek, ők tudnak szeretni. Nem mindenki. Néha mondom, magyarázom itt jó indulatú barát ismerőseimnek, hogy én elméleti tárgyakból én jó voltam, mert jó beszéltem a nyelvet, filozófiával egyébként jobb jegyeim voltak, mint a román kollégáknak, és erre azt mondják, hát igen, mert román vagy. Igazuk van, hát nem, azok vagyunk, akik vagyunk. Tulajdonképpen az etnikai hátterem az nagyon zavaros. Ebből nem én csinálok problémát, szóval a gyermekkoromban anyám és nagyanyám olaszul és franciául beszélt egymással, nagyapám és anyám németül és olaszul. A cseléddel meg velünk beszéltek magyarul. Ebből adódott, hogy az az érzetem, hogy én magyar vagyok. Erre Bukarestben nem úgy kezeltek, mint magyart. Nem próbáltam menekülni, nem is lehet, mert Csabával nehéz befordítani. De ha az ember nem túl pimasz, nem kihívóan gonosz, túlélheti ezt az életet.